Már a holland kormány sem tart attól, hogy a járvány túlterheli az egészségügyi rendszert. Az omikron hullámban talán Hollandiában korlátozták leginkább a mindennapi életet, gyakorlatilag teljes zárlat volt érvényben heteken át. Jó pár alkalommal voltak emiatt tüntetések, amelyek általában el is durvultak. Hatalmas sor kígyózott egy szórakozóhely előtt szombat éjjel a hollandiai húsvárosában. Volt, aki órákat várt, hogy bejusson az illegális buliba, a vendéglátóhelyek ugyanis csak este 10-ig tarthatnak nyitva a koronavírus járvány miatt. Itt az ideje bulizni, egész idő alatt csak ültünk otthon, nem mentünk dolgozni vagy iskolába, itt az ideje, hogy a barátainkkal legyünk, vélekedett egy sorban álló. Hollandia több településén is vállalták a büntetést az éjszakai szórakozóhelyek. Volt, ahol a bírság összege meghaladta a 10 000 eurót, ami több mint 3,5 millió forintnak felel meg. Hamarosan azonban könnyebb dolguk lesz, mivel a holland kormány péntektől enyhít a korlátozásokon. A vendéglátóhelyek így hajnali egyig nyitva maradhatnak, emellett az 500 főnél kisebb rendezvényeken nem kell maszkot viselni és távolságot tartani, a belépést azonban továbbra is védettségigazolványhoz kötik. A tervek szerint a járványügyi intézkedéseket a hónap végére oldják fel teljesen. Február 25-én pénteken visszatérünk a koronavírus előtti nyitvatartási rendhez. A másfél méteres távolságtartást sehol nem fogjuk megkövetelni, a maszkot pedig csak a tömegközlekedésen és a repülőtereken kell majd hordani. Az 500 fősnél kisebb rendezvényekre nem kell majd védettségigazolás, jelentette be a holland egészségügyi miniszter. Az 500 fősnél nagyobb tömegrendezvényeket azonban járványügyi szempontból továbbra is kockázatosnak tartják, ezért a belépéshez mindenkinek negatív vírustesztre lesz szüksége, még az oltottaknak is. A karantén szabályokon pedig már a héten enyhítenek, aki tünetmentes, annak elég 5 napig otthon maradnia a korábbi 7 nap helyett.